Köszöntelek benneteket! Ma van a Föld napja, ami számunkra az egyik legfontosabb nap, hiszen mi nekünk környezetszerető és természetszerető, kertszerető embereknek ez az egyik legfontosabb, kiemelt nap. Persze nekünk minden nap a Föld napja, de azért ez egy külön olyan nap, amikor még jobban tudunk figyelni a természetre, és erre egy csodás kiállítás is épül most. A Kertészeti Egyetem területén, itt az Arborétumban van egy csodás vásár. Ez minden évben meg van tartva, még az én koromban, amikor én 20 éve ide jártam, 25 éve, akkor is megvoltak ezek a kertészeti tavaszi vásárok, és itt az a különlegesség, hogy nem csak a kiállítók csodás virágai díszítenek, hanem maga az arborétum is egy csodás környezetet biztosít. Itt is most az orvonal mellett álltam meg, hiszen olyan illata van, hogy ezt itt Pesten azért nem gyakran érezni, úgyhogy magában az arborétumban is érdemes sétálni egyet, és hát a kiállítóktól vásárolgatni, van sok különlegesség, szaporítanyagok, persze meg vannak a klasszikus egynyárik, balkonnövények is, de vannak bonszájosak, és minden egyéb, akár kerti gépek, szóval érdemes kijönni, csodás az idő, sétálni egyet, és gondolni, figyelni a természetre, és másoknak is fölhívni a figyelmét erre, hogy mennyire is fontos, de hát mondjuk aki engem követ, vagy minket figyel, annak ez már nem különlegesség, és nem kell külön felhívni a figyelmet, de minél többen hallanak róla, annál jobb. Úgyhogy gyertek, nézzetek szét, holnap estig nyitva van a vásár, tényleg csodás az idő, úgyhogy gyertek!